Üdvözlöm a Karcag Televízió minden kedves nézőjét! Mai vendégünk F. Kovács Sándor miniszteri biztos, a térség országgyűlési képviselője. Üdvözlöm képviselő urat, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én is nagy szeretettel üdvözlöm a Karcag Televízió nézőit. Az elmúlt napokban került sor ön és néhány településvezető részvételével arra a megbeszélésre, ami a geotermikus energia jövőbeli felhasználásának lehetőségeit állította fókuszba. Milyen eredménnyel zárult ez a megbeszélés? Igen, én azt gondolom, hogy időszerű mindenképpen, hiszen az energiaárak az egész világon, de nem az egész világon, főleg Európában az egekbe szöktek az elhibázott uniós szankciók miatt, és minden országnak, minden településnek meg kell keresni azt a lehetőséget, hogy hogyan tud gazdaságosabban energiát előállítani, hogyan tud gazdaságosan fűtést biztosítani. És hát nekünk van egy kevésbé kihasznált lehetőségünk itt. Magyarország a geotermikus készletekben a világ egyik első helyén áll, hiszen tőlünk talán csak Izlandon van több geotermikus forrás, azaz hőforrás. És leültünk az MVM vezetőivel, a karcagi polgármester, berekfürdői polgármester, és próbáltunk összeállítani egy olyan csomagot, hogy hogyan tudnánk még jobban hasznosítani azokat a termálkutakat, amelyek a települések határában, vagy településeken vannak. Ez egy teljesen komplex fejlesztés lenne, hiszen a melegvízzel mit tudunk kezdeni, azt kell megvizsgálni, a melegvíz mellett feljövő kísérőgázzal, ezt fűtésre, energiatermelésre hogyan tudnánk használni. Én azt gondolom, hogy a jövő mindenképpen ez az irány, hiszen nem látom azt, hogy az energiárak csökkennének az elkövetkező időszakban, tehát meg kell találni azokat az alternatív forrásokat, azokat a lehetőségeket, amiket rendelkezésünkre állnak. Én azt látom, hogy jó irányba haladunk, hiszen már a karcagi strandon feljövő melegvíz kísérőgázát is tudjuk hasznosítani, hiszen a kórház területén van egy gázmotor, amely elektromos áramot termel, a hulladékhőt a kórház használja fel, de ez fejleszthető, hiszen több gázt tudnánk kinyerni, ha lennének fejlesztési lehetőségeink, és én azt gondolom, hogy ebbe az irányba kell menni. Ez a lépés nagyon fontos. Több önkormányzat, több település és a magyar kormány is erőt és energiát fektet erre, ha megkapnánk azt az összeget, ami az Európai Uniótól jár Magyarországra, hiszen nem csak befizetnénk a kötelezettségeinket, hanem vissza is kapnánk belőle, akkor ezek a fejlesztések nagyobb lendületet tudnának menni. Képviselő úr, köszönöm az interjút. Én is köszönöm szépen.